vizsgáló, annak a képét látjátok. Tehát ez ott van, hogy 53-szoros nagyításban készült a tárgyról. Nagyon jól látszik, hogy olyan, mintha egy kötött, vagy ilyen hurkolt, vagy ilyen kis fűzött textil lenne, ahogy a textil szálak egymáson átbújnak, és ez a szürkés szemcse, meg azok a kis sószerű lerakódások, az mind kosz rajta. És ezt próbálom meg mikroszkóp alatt ecsettel és nagyon kis hegyes tűvel kipiszkálni közüle. A Józsa András Múzeum textilrestaurátora tartott előadást szerdán a Sóstói Múzeumfaluban. A Nyírvasváriból érkezett felső tagozatos diákok a Nemzeti Kulturális Alap által finanszírozott Nemzeti Tehetség Program keretében ismerkedhettek meg elméletben a restaurálás folyamatával, amit később a gyakorlatban is kipróbálhatnak majd. A Régiség szobától a Látvány Raktárik című projekt ez, amiben most mi itt betekintést nyerhetünk. Egy 66 órás program ez, melyben tulajdonképpen teljes személyiség és szakmai kompetenciák fejlesztése, tanórán kívüli tevékenység és az önálló tanulásra való nevelés az, ami elsősorban előtérben kerül, hiszen ha van belső motiváció, van miért tanulni, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb ez a diákoknak is. Általános iskola felső tagozatos diákjai vesznek részt 14-en ebben a programban, és a valamikori összegyűjtött néprajzi tárgyak egy kicsikét megelevenednek. Tulajdonképpen megtanulják a fiatalok, hogy miről is szól maga a műtárgykezelés, mit jelent a néprajz, és kiderül számukra, hogy ezek a tárgyak azért beszélni tudnak, tele vannak információval. A program egész tanévben végig kíséri a diákokat, szeptember 1-én indult és június 15-én ér véget. Eközben minden héten egy nap találkoznak múzeumpedagógusokkal, szakemberekkel, és más-más foglalkozásokon vesznek részt. A cél, hogy év végén egy látványraktárat hozzanak létre az iskolában azokból a tárgyakból, amelyeket a gyerekek gyűjtöttek. Arra kértük őket, hogy először otthon nézzenek szét a saját környezetükben. Nyugodtan menjenek le a pincébe, menjenek fel a padlásra, vagy ha nekik ilyen nincsen, akkor nézzék meg a nagymamájuk házát, akár nagymamával, vagy akár nagyapával menjenek és kutakodjanak, és bármit, amit találnak, fogják meg, akármilyen koszos, akár hogyha törött is, nyugodtan hozzák be a iskolába, és majd mi eldöntjük, hogy mennyire menthető és mennyire érték ez a tárgy. De ha nincs ilyen, akkor a szomszédba is átmehetnek, akár kettesével, hármasával, úgyhogy ez egy nagy kalálkában történő felfedezés volt számukra. Nagyon élvezték, és eredményes is volt, mert nagyon sokféle és nagyon szép tárgyakat gyűjtöttek össze. Ha már egy gyerekkel sikerül megszeretetni a múzeumi munkát, annak bármely szegmensét, a projekt elérte a célját. A Nemzeti Tehetség Program részeként a gyerekek Budapesten a Néprajzi Múzeumot és a Parlamentet is megnézhetik majd.